Sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget itt a Hotel Laterumban és otthon a tévéképernyők előtt. Először szeretném, hogyha tisztáznánk pár játékszabályt, ami ugye a műsorhoz fűződik. Az egyik, remélem senki nem sértődik meg, de tegeződő hangnemben szeretnénk lefolytatni a felvételt. Remélem, hogy nincsen akadálya. A másik, hogy nincsen hangosítás a műsorban, ezért a legkisebb beszélgetés is így zavarná a felvételt. Tudjuk kérni mindenkit, hogy a mobiltelefonját halkítsa le. A dalforgást közösen szeretnénk csinálni a nézőkkel együtt. Úgyhogy ha bárkinek majd így közben lesz ötlete, akkor azokat szívesen fogadjuk. A műsor ötlete Tóth Árpi fejéből pattan ki 2006. júniusában. Szekretóriázott, felhívta a Régió Rádió egyik profi szerkesztőjét, Varga Lászlót, és másnap este 7 órakor élőben ki is próbálták magukat, Tumpek Ferenccel együtt. Már akkor nagy sikert arattak, nem sokára csatlakozott a csapathoz Fónai Eszter is, mint női énekes. Nem sokkal később felállt a végleges formáció Bárány Romualda kiegészülve. A műsor menete úgy épül fel, hogy van egy meghívott sztárvendégünk, ebben az esetben Iványi Dalma, köszöntjük őt is! Szeretnélek is megkérni, de amúgy akkor felvédek imádni, vagy oda a foglalj helyet. Tudsz énekelni? Nem. Énekelni? Hát az iskolába kellett, úgyhogy... Nekünk is. Én ott mondjuk kettes volt. Szeretnélek is megkérni, hogy röviden a történetedet mondd el nekünk. Húha, jó, röviden. Gondolkodtam, hogy milyen történettel álljak itt elő, és aztán rájöttem, hogy szerintem életemnek több mint felét az utazással töltöm el, egy ilyen történetet választok. Én Kecskeméten jártam gimnáziumban, Mezőberényből való vagyok ott az alföldi kisvárosba, és hát ugye ez a hétvégenként a hazautazás Kecskemétről a gimnáziumba, utána pedig vasárnap a visszautazás története volt mindig, és tehát még másik kettő csapattársam is együtt járt velem egyet a gimnáziumban. És sokszor megtörtént az sajnos, hogy igazából nem nagyon akartunk visszamenni Kecskemétre, mert ugye otthon mégiscsak jó volt anyuka főztje, meg kicsit, hogy kényeztessenek. És mindig be volt osztva így egymás között, hogy akkor kitalál ki valami sztorit, hogy hát ha nem kell visszamennünk, meg lehet győzni anyukájékat. És az egyik ilyen történet az volt, hogy minket mindig Szarvasra átvittek a szülők a buszpályaudvarra, és Szarvasról ment Kecskemétre a tehát közvetlen járat. És benne állt egy ilyen nagyon régi, sárga, csuklós busz, amin se fűtés, ez egy ilyen téli időszak volt. Nagyon tele is volt minden, és a barátnőmnek az anyukáját meg tudtuk győzni. Mondta, hogy hát szálljatok már föl, lányok, hát 5 perc múlva indul a busz. Mi mondtuk, hogy árám, az nem létezik, hogy ez a busz Kecskemétre megy, ez valami helyi járat itt Szarvason belül. De biztos kérdezzük meg a sofőrt. Mondtuk, hogy nem kell megkérdezni, itt mindig ilyen szép, piros, emeletes buszokat járni Kecskemétre, majd az mindjárt jön, csak beáll majd egy másik kocsiállásról. Anyuka elhitte, ő volt a legnaivabb a szülők közül, és elment a busz, és mi ott várunk, hát nem jön busz, eltelik 5 perc, 10 perc, utána anyuka elment azért megkérdezni a forgalmi irányítótól, hogy hát a kecskeméti busz mikor jön. És hát mondták, hogy hát elment az előbb. Úgyhogy anyukát átvertük kicsit. Csak az volt a probléma, hogy ettől függetlenül el kellett jutnunk Kecskemétre, tehát akkor anyuka azt mondta, hogy hát akkor itt az autó, akkor nem tudok más csinálni, akkor elviszlek benneteket, én 3 lányt, az anyuka elviszi. Azt is tudni kell róla, hogy ő volt a legrosszabb sofőr is az anyukák és a szülők közül. Tehát akkor már fogtuk a fejünket, hogy lehet, hogy nem lesz ez igazából jó vége a történetnek. De elindultunk. Anyuka 60-nal alig mert menni, nem mert előzni, állandóan problémák voltak vele. De az egészben az a szép, hogy a Tiszaugi hidat ekkor tehát javították, és egy ilyen pontom híd volt lent a Tiszán fölépítve, és nagyon alacsony volt a vízállás, úgyhogy meredeken kellett lemenni, meredeken kellett följönni. Rengeteg autó, minden. Anyuka még lejutottunk vele, de amikor
fölfele kellett volna menni, akkor mi még nem tudtunk vezetni, úgyhogy nem értettünk hozzá, hogy nem kapcsolt vissza, vagy mi volt a probléma. Lényeg a lényeg, hogy megálltunk a híd kellős közepén, ahogy próbálunk fölmenni, mögöttünk kamion, vagy valami dudálnak ezerrel. Annyi lélek jelenléte volt anyukának, hogy hát a kéziféket behúzza, hogy ne csúszunk vissza, vagy valami. De mi három lány, mi megoldottuk a történetet, ugye sportolók, erős lányok, minden, valami kisfajta autójuk volt, úgyhogy kipattantunk, és ott a nagy duda kellős közepén minden, fogtuk, megtoltuk az autót hátulról, föltoltuk a hídon, beültünk, mint aki jól végezte a dolgát, és akkor hát irány tovább Kecskemétre, úgyhogy ez volt az egyik ilyen legviccesebb történetünk, hogy hogy jutottunk el Kecskemétre. Aztán utána innentől kezdve ez az anyuka többet nem vitt minket a buszpályaudvarra, mert tudták, hogy őt azért könnyű behúzni. Ez nem kis sporteljesítmény, így föltolni egy autót. Egy behúzott kézifék. Azt nem tudom, hogy ki engedte, de annyira ösztönösen jött, tehát hogy így hárman egymásra néztünk ki az ajtót, és megtolni a kocsit, és aztán utána hátulról is hallottuk, hogy tapsolás, dudálás, szuperül megcsináltuk, úgyhogy erre is jó a szava valaki sporttal. Azóta is én különben így, ahogy a városba is járok. Akkor ismertek felvesztem. Kétszer. Akkor még fiatalabbak voltunk, úgyhogy... Úgyhogy akkor annak készültünk, igen, de... Tehát volt nekünk hídon átsétálás, egyik buszról a másikra, tehát ez a régi szép idők, az utazás, minden viszontagságát megéltük annó. Most ki fog ülni? Ez komoly probléma. Hát ez komoly probléma. Nem tudom, hogy tudjuk megoldani. Kéne még egy segítség nektek, úgy gondolom. Igen, aki ismeri a Dalmát valamilyen szinten. Van valami ötletetek? Van valakinek valami ötletet? Ki jöjjön? Ő is jönni fog. Hát elmegyek, körülnézek, jó? Addig próbáljatok már valami dallamot faszni. Nagyon szívesen várunk sziporkákat a közönség soraiban is, tehát nem utasítunk el első vagy helyből rögtön semmilyen ötletet, de lehet, hogy mégis. Mezőberényből hazafelé. Odafelé volt a történet. Teljes meglepetés számomra az egész. Úgyhogy tehát kíváncsian várom is, hogy majd mi lesz, amikor visszatérünk a többiekhez. Milyen meglepetésre számítasz? Azt azért elárulták, hogy lesz egy plusz meglepetés. Elárulták. Most lehet, hogy amiatt is esetleg, hogy tegnap meccs volt, és ma még kicsit fáradtabb vagyok, de úgy tehát nem is gondolkodtam rajta, hogy mi lehet ez. Meg én amúgy is nem vagyok annyira kíváncsi típus, hogy ha valaki például mond egy ilyet, akkor inkább úgy vagyok vele, hogy megvárom, és tényleg majd utólag értékelem, hogy tényleg valami ilyenre számítottam, vagy másra. Tehát most így tehát végülis gyerekként szinte várom, hogy majd mi fog történni. Ez már adás. Akárhogy is nézzük. Köszöntjük szeretettel Rád Géber Lászlót, aki most beül közénk és segít nekünk abban, hogy ebből a történetből egy dalt kerekítsünk. És remélj közben is működik, jó? Ská kellene szarvasi basztóba. A szarvasi basztóba. Jó, az, hogy szarvas meg basztáb, nem? A szarvasi busz megálló. A szarvasi basztábba. Félreértik. Te tanulsz, az nem rímel az Ikarusz? Nem jó? Ott áll a sárga Ikarusz, és elmaradt a tegnapi te tanulsz.
Nem jó? Ott áll a csuklós. Ha ez együtt, jöhet a tetanusz. Hát nem mondjad, hogy csuklós busz indult Kecskemétre. De ezt mondta. Nem mondod. Akkor többen nem figyeltünk. Mint egy agyúban. Többen nem figyeltünk. Mint egy agyúban. Visszavadok. Jó. Ikarus. Egy igazi. Igen, úgy van. Ott álltam. Fűtés nélküli csuklós busz. Hát beletesszük akkor csuklós busz. Muszáj, hogy benne legyen. Ott állt a nagysága, Ikarus. Egy valódi... Csuklós. Egy valódi vidéki csuklós busz. Valódi vidéki az aliterál, az jó. Ja. Egy valódi vidéki csuklós busz. Három lány elindult Kecskemétre, a szarvasi megálló közelébe. Ott állt egy nagy sárga Ikarus, egy valódi vidéki csuklós busz. Ott állt a nagy sárga. Nagy sárga. Persze. Lehet ismételni még egyszer. Anyuka kérdezi, hogy ez az a busz, lányok? Hát mi? Hát akkor te leszel az anyuka, jó? Ez az a busz, lányok? Ja, nem, de... Ez az a busz, de sok busz lesz. Ez az a járat? Ez az a járat, jó? Anyuka kérdezi. Ez az a járat, így gondolod? Jó, lesz, persze, már föl is írtam. Ez az a járat. Igen. Azért fog neki tetszeni, mert ő először hallja, tudod? Igen. Mi a végére már lehet, hogy... Tudod, hogy neki tetszik, igen. Anyuka kérdezi. Ez az a járat, szerint ez csak egy helyi járat. Jó, köszönjük, jó lesz ez. Jó lesz ez. Hogy van tovább? Úgy, hogy az anyuka elviszi, hogy ez a helyi járat, és negyed órája várnak egy buszra, ami már jöttünk. Ez csak egy helyi járat. Soha nem jön. A nagy piros. Igen, mert azt mondták a lányok az anyukának, hogy jön majd helyette egy szép piros emeletes, mert mindig az jár Kecskemétre. Az anyuka ezt jól elviszi. Jön majd ide egy szép nagy piros állat. Fáradok. Jön majd egy piros emeletes. Emeletes. Jó, hogy jár egy sort licius. Romi, piros, nagy milyen piros műsorba üsz, tudod? Nagy piros. Sok műsorba üsz. Na, az elsőre sok rémet tudok. De jó. Most felét nem mondom el. Jön majd egy piros emeletes. Jó. És a dal így lesz ígéretes, ezt ne írjuk be. Jön majd egy piros emeletes. Gyors is, félelmetes. Milyen egy ilyen szép nagy piros busz? De milyen emelete? Hol volt akkor ez? Számít. Angliában már akkor is volt, Londonban. Igen. De volt egyébként, hát voltak emelete. Távolsági buszok? Persze, nem? Nem ott volt? De volt már. 60-as. Romi, ezen ne ragadjunk le. Örüljük, hogy kitaláltunk. Persze, legyünk szövegfüggetlenek. Nem jó, majd kihúzzuk. Jó, tehát majd ha találunk kihúzzuk. Jobbat, akkor írunk helyette másra. Jön majd egy gyors emeletes. Gyors lesz? Lesz. És ugye nagy sárgára felszállni felesleges? Az a jó! Na! Iványi dalma, Iványi dalma, Iványi dalma, sztori a dalma. Jó? Jó? Hát ezzel indítunk. És akkor kezdj el Romi, jó? Jó, tehát háromszor Iványi dalma, sztori a dalma, jó? De azt mindenki ilyen szépen ilyen finoman, mint az amerikai filmekben lehet ilyeneket látni, jó? Meg most már a magyar tévé. Iványi dalma, neked szól a dalma. Neked szól a dalma. Az jó, jó, tessék. Szerintem ki kell bővíteni a csapatot. Szarvasi megálló közelébe,
Ott állt a nagy sárga Ikarusz, egy valódi vidéki csuklós tűz. Az anyuka kérdezi, ez az a járat, szerintem ez csak egy járat. Jön majd a piros emeletes, a sárgára felülni felesleges. Mehetünk, meg vagyunk. Az jó, nyomom a... Nem, nyomom a pirost. Nem, nyomom a... Te kis unc. Na, adjuk ezt. Tehát azt kéne megírni, hogy elment a busz, elment a csuklós. Szóval. Elment a csuklós. A piros nem jön. Nem jön az emeletes. Elment a csuklós délnyugatra. Az jó, mert arra lehet valami. Mert lehet. Ez szarvashoz képest merre van? Az jó. Elment a csuklós délnyugatra. Ja. Írjuk le, majd kihúzzuk. Jó, de most akkor melyik verziót a 16 közül? Elment a csuklós délnyugatra. És az énekelhető? Nem. Ápi, hallgassuk meg, mert vannak ám ötletek. Igen, jöhet. Hogy volt az első, amit most mondtál? Elment a csuklós délnyugatra. Hogy jutok el most a suliba? És az anyuka ott hagyja. Lányok, hogy juttok el a suliba? Lányok, hogy juttok el a suliba? És te vagy az anyuka, jó? Én? Jó. Igen. Ismételtem. És mi volt, milyen autó volt? Ez a fogfúrógép, nem? Ez a... Kicsi. Kicsi. Ez a márkája, hogy kicsi. Kicsi. Hát mi lehet? Kicsi. Kicsi, igen. Négy ajtós, mert három kiugrottak belőle. Úgy van. Akkor kiesik a kis poszki Trabant. Trabant, kiesik. Hát egy kisebb Warburg. Hát ez a fogfúrógép, ez a Porszki fiat. Ha most lenne nálunk egy bicikli. Milyen közel lenne a Kecskemét-Szitvégén. Na húzzunk bele, tehát itt van az én autóm, ide gyertek. Itt van az én autóm, igen. Ide gyertek. Ide gyertek. Üljetek be mellém, hogyha mehetek. Elment a csuklós délnyugatra. Lányok, hogy értek be a suliba. Itt van az én autóm, ide gyertek, üljetek be mellé, hogyha mertek. Jó, és akkor most jön egy refrén. Kecskemét, Kecskemét, gimnázium, mindenki ide ez a stratárium. Kecskemét, Kecskemét, írjuk azt, nem, gimnázium. Nem New York, New York, hát nehogy már. Kecskemét, Kecskemét. Gimnázium a legszebb évek. Nem álljen szétszre járt. Most jó, hogy nem ér. A pajtás is érte, ne hagyj. De mezőberényben szemben élek, hogy valami. Mezőberényben nem zenélek. Sport van, keverjünk már bele egy kis sportot. Eljje, keverjünk be egy kis kosarat. Sportot, nem? Kosarat. Akkor már kosarazok. Igen, jó erőben vagyok a sport. Azért jártam az iskolába, mert ott. Aha. Jó erőben vagyok. De semmi szociális. Laci, van ötleted? Van, de nem árulja el. Benne? Gyere, kislány! Szerintem azt hiányzik bele, hogy legyen üzenete is, hogy mennyire naív az anyukat. Az hogy hiányzik nekem ott belőle, hogy valójában így a mai szemmel viszont, hogy velem, hogy... Hát akkor? Lányok megint meg mondják, hogy... lázadás benne, hogy nem anyukám. Jobban nem kellene, nem akarok Kecskemétre menni. Az úgy jobban kellene refrénbe, hogy legyen valami lázadás benne, hogy jön kiatalság erő. Nem akarunk Kecskemétre szaladni. Hát igen. Anyukám, értsd már meg, hogy nem akarok. Anyukám, értsd már meg, mi maradunk. Fél, ott kezdik a naivitás, hogy nem tud vezetni el. Nem naivitás. És elindul gyerekekkel. Anyukám, nézd már meg, mi maradunk, leülünk a bokor, nem, ne, tehát... Kosarazunkat akartam valahogy. De nem, a kosárlabda az nincs a sztoriban. Hagyjuk ezt. Mert a kosárlabda az ugye a párhuzamosan működik, azzal, amit nem szeretnek, a kollégiumot, meg az iskolát, meg stb. De hát azért mennek kollégiumba, de szóljon rá, szóljunk rá anyukára is a refrénbe, hogy anyukám... Igen. Helyzet, hogy itt kéne maradni, ha nem akarunk Kecskemétre szaladni. Anyukám, mi szívesen maradunk. Ez már volt? Igen. És akkor hogy emeljük ki azt, hogy az anyuka kicsit naív? Anyukám, te naív vagy. Ja, ilyen egyszerű?
Kecskemét meg messze van. Anyuka, naivan látod a világot. De helyzet az, hogy itt kéne maradni. Nem kell nekünk Kecskemétre szaladni. Anyukám, vedd már észre magad, és te is öröki, önmagad. Nem jó. Száguldottunk kemény 60-nal? Száguldottunk kemény 60-nal. Az ifák előztek? Az ifák előztek. Milyen az ifák előzték a szabaddal? Odaérhetünk rögtön a híthoz is, nem kell. Odaértünk a híthoz. Hol volt ez a hét? Tiszaúk. Tiszaúk? Az könnyen énekelhető, Tiszaúk. Van ilyen. Tiszaúk. Tiszaúk. Az Ugi híd előtt. Zugi. Tiszaúgi híd előtt. Ez a Tisza, vagy Ugit, vagy a Tiszaugit, azt nem érdekel. Tisza Ugit? Hát, kizárdolt. Mondjál már valamit, Romi, ilyenkor te szoktál kihúzni a szavat. Hídjavítás. Nem muszáj, hogy 60-nal tegyünk oda más tüket. Mit csinált a kis autó? Megállt az autó, elakadt. A kis autó megállt, elakadt. Elakadt. Megállt, elakadt, és kitettük az elakadást. Mit tudom én a... És szaladtunk a háromszög. A balkerék gyengéden leszakadt. Gyengéden leszakadt. Az jó. Nem a balkerék. Jó lesz, hogy... Szerbúzottunk kemény 60-nál, az úgy a falu. A kis autó nem akart felmenni, de jó lenne egy két bicikli. De jó lenne biciklin feküdni. De jó lenne. Nem tudott. A kis autó nem tudott felmenni. De jó lenne egy-két biciklin. Aztán bevesszük. Szerző jogdíjakat mondjuk. És akkor kezdhetjük, hogy a helyzet az, hogy... A helyzet az, hogy csak is megváltoztatjuk a refrént. Jó. A helyzet az, hogy itt kéne maradni. Ehhez az autót meg kell tolni. Ehhez az autót nekünk kell tolni. A helyzet az, hogy itt kéne maradni. Az jó, de refrénbe. Ezt írjuk le. A helyzet az, hogy itt nem kéne maradni. És érdekes, hogy otthon akarok aludni. És valami hiányzik egy sor. Akarok Kecskeméten tanulni. Otthon akarok aludni? Hát igen, azt akarok ki, hogy nem akarok Kecskeméten tanulni. Jó, jó. Nem akarok Kecskeméten tanulni. Mamival akarok aludni. Hát ezt... Te lenni az anyám, én is veled akartam. Jaj, Kecskeméten. Aludni, tanulni. Aludni. Dobálni. Kaptatni. Még egyszer kell maradni. Az egészet, hogy oda tudjunk írni. Inkább szarvason vasat maradni. Nem tudom. Anyukával szeretek aludni. Nem akarok Kecskeméten tanulni. Anyukámmal szeretek aludni. Inkább a barátommal aludni. Hát mi az anyukával? Hát azért, mert barát az Kecskemétől. Anyuka meg Mezővegyre. Igen. Ha csak úgy nem. A második verszak után, a második refrént, hogy emeljük a hangulatot. Jó? De ez nem a fejhez kell. Jó. Lacikám, dobolj! Akkor nem tudok, hogy szörnyűt olvasni. Nem, nem, ha így van, ez jó lesz. Jó lesz. Háromféle hanggal rendelkezik. Ha ide jutsz, nem fogod az a hát esetleg így burulnék arra lefele, akkor jó. Megvan a meglepetés? Igen. Együtt a zenekar. Alkalmazom. Hát, és te mit kaptál legközelebb? Nem, te szörnyűben kártam. Mehet? 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 Figyelek. Jó. Ha megáll. A címe? Címe nincs. Búz, 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 bú
szívébe, a szarvasi megálló közelébe. Ott áll a nagy sárga Ikarusz, egy valódi vidéki csuklós busz. Anyuka kérdezi, ez az a járat, szerint ez csak egy helyi járat. Jön majd a piros, emeletes, a sárgára belőli csuklós.